És akkor a végén egy gyors felelés, hogy mindenki jól hall. Igen, igen, itt vagyok. Vagy nem vagyok. De itt vagyok. Igen, csak keresem a legjobb internetet. Akkor most megszakadt? Jó, nem. Mit csinálsz? Cs, órám van, menj innen. Mi nem mész a szobában? Azért, mert itt a legjobb az internet, azaz még itt is rossz szóval. Cs. Ki tudná jelen a történet hőhősi? Mondjuk Kata? Persze, tanárnő, szóval a 400 old, és azzal foglalkozik, hogy nem már innen. Nem megy el? Sajnálom, Kata, de ezt a választ nem tudom jóra értékelni. Igen, tanárnő, igen, értem. Legközelebb majd többet készülök. Igen, szép napot, viszlát. Hát kösz, nem elég, hogy még az internet is rossz, de te is. Figyelj, tanulhatál volna többet is. Na jó, ne szólj hozzám, és menj innen. Jaj, veled még viccelni se lehet? Hékás, mi folyik itt? Semmi, csak dühös rám, mert rossz jegyet kapott. Biztos, hogy csak ez a baj? Persze, csak... Hát végül is igen. Semmi más, én nem csináltam semmit. Gondoljuk át, hogy mi is történt pontosan. Kata online órán volt, de a rossz internet miatt nehezen tudott gondolkodni, és a tanárnő kérdéseire is nehezen válaszolt. Jó, igen, erre én meg rátettem egy lapáton, hogy még tovább idegesítsen, de csak viccből csinálta. Palkó, viccelni lehet, de talán szerencsésebb lett volna, ha inkább segítesz rajta, és mondjuk nem zavarod őt felelés közben. Nézzük meg, hogyan lehetett volna ezt másképp. Mit csinálsz? Csak itt van jó internet, és órám van. Ha órád van, akkor nem zavarnak. Viszont tudok segíteni? Nem, kösz, csak cs. Igen, a négyes kérdésre az a válasz. Jó, igen, már meg is bántom, hogy idegesítettem. Bocsi, nem tudtam, hogy felelsz, és csak viccelni akartam. Semmi baj. Ha valakinek nem tudunk segíteni, legalább ne ártsunk neki. És figyeljünk egymásra, hogy vicceinkkel senkit se bántsunk meg.